okirathamisítás, lopás, emberölés, többek között ilyen bűncselekményeket körözik azt a 10 magyar, akik szerepelnek az Interpol nyilvános honlapjának körözési listáján. De ez csak a nyilvános, ennél így sokkal van, több sokkal magyar többet köröznek. De Tarjányi Pétert köszönjük, aki rendőrségi szakértő, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánunk. Hát velünk könnyű dolga lenne. Megvagyunk. Feladjuk magukat. Ez így van, hát majd biztos jönnek a kollégák. Igen, köszönjük. De most egyébként ez valóban meglepő, hogy ennek a 10 magyarnak a képe miért nyilvános? Hát azt gondolná az ember, hogy ez nagyon titkosan zajlik ez a kutatás, és akkor nem akarják felfedni, hogy önök már tudják róluk, hogy igen, ezt vagy azt elkövették, és keresik őket. Ez annyira nem titkos, tehát... Tehát ez már nem titkos. Igazán... Ez egy külön szakma, hogy őket bújtatják emberek, és ilyen szempontból nagyon-nagyon lényeges, hogy a nyilvánosságon keresztül minden ország rendőrsége, aki az Interpol és az Europolnak adott esetben tagja és tagállama, el tudja juttatni ezeket az információkat bárhova a világon, és ilyen szempontból például az internet egy kiváló használható olyan eszköz, amire, hogyha fölpakolják ezeknek az embereknek a személyi adatait, fényképeit, személyi azonosságát, akkor sokkal-sokkal nagyobb esély van arra, hogy őket de a nyilvánosság számára ezek nyilván nem hozzáférhetőek. Hát azok az adatok, ami alapján körözik, tehát hogy miért keresik azt a személyt, hol bujkálhat, milyen jellegzetességei vannak arcának, vagy adott esetben tetoválások, valami egyéb, tehát ahogy mondtam, jellegzetességek. Ennek mentén azért én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek bizonyították, hogy eléggé gyorsan meg tudnak kerülni ilyen emberek. Az, hogyha egy bűnöző esetleg külföldre távozik, az már elegendő ahhoz, hogy felkerüljön egy ilyen nemzetközi körözési listára, vagy pedig az speciális bűncselekményeket kell elkövetni? Fele-fele arányban mondanám ezt. Igazán az egy döntő pont, hogy a nyomozó hatóság, ha arra nézve információt kap, hogy eltűnt az elkövető, és nagy valószínűséggel Európában bujkál, vagy a tengeren túlon, akkor mindenképpen segítséget kell kérni, hiszen egy rendőrnek az a dolga, hogy elfogja ezeket az embereket, és hát nyilván a magyar rendőrség nem mehet külföldre adott esetben nyomozni, és ezért vannak ezek a speciális szervezetek, például az Interpol, ami ugye az egész világban, bolygónkon kergetheti ezeket az embereket, és adott esetben ugye az Europol, ami az Európai Unión belül végzi ezt a munkát. Az FBI ugye az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumához tartozik, ők szövetségi bűncselekményeket, tehát az Egyesült Államok szövetségi államaiban vannak olyan bűncselekmények, amelyek szövetségi bűncselekmények, tehát nem csak egy államban, hanem az egész Egyesült Államok területén keresik és körözik ezeket a személyeket, és ezeknek az embereknek az elfogására hozták annak idején, a 20-as évek elején létre az FBI-t. Hát van, akinek sikerült azért nem is kicsi, hanem elég hosszú időre már eltűnni a szemetek elől, vagy a nemzetközi rendőrség szem elől. Itt egy pár képet mutatunk. Jó képű. Melyik közülük a rekordtartó? Hát azért ilyen 10-11 év az, akit keresnek már. És hogy tudjátok az adatokat frissíteni, hiszen mondjuk nyilván 11 év alatt bármilyen módon megváltozhat hát már. Vannak olyan emberek, akik egyébként nagyon-nagyon tudatosan változtatják is a külsejüket. Milyen bűncselekményekért? Leginkább gazdasági bűncselekmények, csalás, betöréses lopások, tehát... És nincs minden korosztály itt van, úgy látom, azért nem csak a legfiatalabbakat hát, érinti. A bűnözés nem csak egy korosztályhoz kapcsolódik, tehát... Gyilkos is van? Emberölésért is keresnek embereket, és hát ilyen szempontból ők jó pár éve eltűntek a nyomozó hatóság szem elől. Az, hogy hogyan lehet őket keresni, azért, ha valamilyen adatot kap egy rendőrhatóság bárhol, például Európában, azonnal jelentik, és a legfrissebb információkat, ugyanúgy, mint bármilyen frissítésben egy szoftvernél, tehát ezeket is lehet frissíteni, és ezeket az adatokat ugyanúgy ki tudja rakni. Most a világon hatóság. Minden ország egyformán együttműködő? Vagy vannak olyan helyek, ahol tudják a bűnözők, hogy érdemes oda valahogy elmenni, mert azért ott esetleg biztonságban vannak, és nehezen fognak rájuk találni, mert az az ország igazából jobban rejtegeti ezeket a bűnözőket. Hát ugyanúgy, mint adóparadicsomok is léteznek. Ugyanúgy sajnos vannak a Földön olyan helyek, ahol a bűnözők sokkal-sokkal könnyebben el tudnak tűnni. Ez elsősorban pénzkérdés. Külön bűnözői ágazat ez a fajta bújtatás, okiratokkal való ellátás, hamisítás, tehát erre vannak speciálisan erre képzett bűnözők, akik segítik a többi bűnözőket, és hogy mondjam, egyfajta szolgáltatásként tőlük meg lehet vásárolni ezeket az információkat, vagy ezeket a papírokat. Ők elsősorban ezeket a helyeket keresik, nyilvánvalóan ezt a rendőrség is tudja, az Interpol is, illetve az Europol is,
FBI is, és ezeket a helyeket, országokat sokkal-sokkal komolyabban figyelik. El lehet bújni a rendőrség elől most komolyan, így hosszú távon? Én azt gondolom, hogy hosszú táv, tehát mi a hosszú táv, tehát el lehet tűnni, én azt gondolom évekre, de elő vagy utóbb mindenki lebukik. Ennek vannak pszichés okai, egyszerűen hosszú évtizedekig valaki a bujkálást nem bírja, tehát fölörli saját magát. Másrésztről, ahogy előbb is fogalmaztam, ezek nagyon komoly szolgáltatások, ami nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek. Tehát egy bűnözőnek ebből adódóan folyamatosan bűnöznie kell, hogy ezeket a pénzeket elő tudja teremteni, és ilyen szempontból elő vagy utóbb megbukik. A hibázási lehetőség az sokkal benne van. Így van. A magyarok egyébként mennyire eredményesek, segítettünk mi mostanában így készre keríteni nálunk bujkáló külföldieket, mondjuk? Ugye mi is az Europolhoz, illetve az Interpolhoz kapcsolódunk, és például a kalabriai maffiának az egyik vezetője ezelőtt néhány héttel lehetett hallani, hogy a déli határunkon pont egy ilyenfajta körözés kapcsán elfogásra került. De jó. Hát köszönjük szépen, befáradta hozzánk, kérd meg a kollégáidat, hogy hagyjanak nekünk még egy kis időt, mielőtt letartóztatnának, mert ugye szeretnénk belelapozgatni kicsit az EU lexikonba. Köszönjük szépen. Hadd nézzük meg, aztán utána lesz, ami lesz. Köszönöm szépen.